Hát kedves kollégák, nagy szeretettel ajánlom az Upgrade kongresszust, ahol nagyon magas színvonalú szakmai előadásokat és egy Dental World-höz képest picit családiasabb hangulatú kiállító tereddel sok-sok ismerős arcot és kollégát láthatnak. Dr. Tihanyi Dóra vagyok, parodontológus és nemzetközi iTop előadó. A preventív szekcióban volt előadásom, ahol már évek óta visszatérő előadó vagyok. Az előadás az elsősorban a fogközöknek a tisztításáról, ennek jelentőségéről szólt, és azért tartom nagyon fontosnak, mert parodontológusként is nap mint nap szembesülök azzal, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha ez a szájüregünkben lévő, amúgy nem túl látványos és nem túl ismert terület nincs napi szinten tisztítva. És szerintem minden dentálhigiénikusnak és minden szakorvosnak nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tudjuk és átadjuk a pácienseknek, hogy ezt úgy kell csinálni. Hát azt próbáltam kihangsúlyozni, hogy mennyire a mi szakmai felelősségünk az, hogy ténylegesen ezt a napi rutin részévé tegyük, mert hát fogatmosni mindenki fogatmos, valahogy, valamiképpen. Ezt mindenki ismeri, mindenki gondolja, hogy ezt tudja. A fogkefét sem nagyon kell a laikus embereknek sem bemutatni, ám de a fogközöknek a tisztítása az még hiába minden eszköz és szakmai tudás a rendelkezésünkre áll, a lakosság körében csupán 5%-ban a napi rutin része. Úgyhogy azt igyekeztem, mondom még egyszer kihangsúlyozni, hogy ez nekünk szakembereknek kutya kötelességünk és felelősségünk, hogy ezt megtanítsuk a pácienseknek. Én most úgy látom, de lehet, hogy azért is, mert több időt tudtam eltölteni, hogy most egy picit nagyobb az élet. Úgyhogy most abszolút pozitívan, sok régen nem látott arccal találkoztam én is kollégával. Úgyhogy remélem, hogy a holnapi nap is ilyen aktív lesz. Kiindulva a preventív szekcióból, mert ennek a programját ismerem így teljesen részletesen, én bízom abban, hogy a szervezők gondoskodtak arról, hogy a többi szakterületen is olyan előadók és olyan témák kerüljenek, ami tényleg abszolút a legújabb és a legnapra készebbé teszi a kollégákat. Tehát ez nem egy szinten tartó kurzus, hanem itt egy picit meg lehet újulni. Mindenféleképpen a magas színvonalú szakmai előadásokért és kiállító standon is sok-sok cég megmutatkozik, úgyhogy ott is talán lehet újdonságokkal találkozni, meg kollégákkal kapcsolatot építeni. Szájhigiénés termékek közül több stand is jelen van, nem tudom, hogy lehet-e cégneveket mondani, de hogy itt többet láttam már. Implantológiai cégek képviseltetik magukat, miket láttam még, ja, így hirtelen puskáznom kell, de hogy itt sok-sok Flexiden természetesen, mint nagy szoftvervezető, szoftvercég, sok minden. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó irány, tényleg az, hogy abszolút a napra kész és a legújabb innovatív dolgokat próbálják itt felsorakoztatni. Szerintem, tehát én a magam részéről mindenképpen csak bátorítom a szervezőket, hogy igenis még ilyen irányba, mert folyamatos megújulás van szakmán belül is, és nagyon-nagyon fontos az, hogy tényleg picit úgy ebben a nagy káoszban úgy rendeződjenek a szakembereknek is a gondolatai, hogy akkor mik azok a technológiák, protokollok, technikák, akár eszközök, amiket érdemes használni, és nem elvesznek az információk sűrűjében. Hát kedves kollégák, nagy szeretettel ajánlom az Upgrade kongresszust, ahol nagyon magas színvonalú szakmai előadásokat és egy Dental World-höz képest picit családiasabb hangulatú kiállító tereddel sok-sok ismerős arcot és kollégát láthatnak.